És ugye ez egy hatalmas szerteágazó téma a házasságon belüli kommunikáció, de önmagában a kommunikáció is, hiszen így teremtünk kapcsolatot a körülöttünk élő emberekkel, akár az egyházon belül is, de hát ugye barátokat is így szerzünk már kisgyerekkorunk óta, úgyhogy ez egy nagyon fontos része az életünknek, ezért is gondoltuk, hogy fontos lenne beszélni erről, és hogy hogyan zajlik ez a házasságon belül. És úgy gondoltam, hogy onnan kezdhetnénk el ezt a témát, hogy először fölhívhatnánk a figyelmet arra, hogy a nő és a férfi, aki ugye egy szövetségben összeköti az életét, milyen különbözőségekkel rendelkezik. Mert a mostani világunkban sajnos van egy olyan tendencia, hogy ezt igyekszenek összemosni különféle dolgokkal, tehát már a női és férfi nemnek a jelképeit is igyekszenek eltüntetni bizonyos helyekről, vannak ilyen aktuális hírek, és hát ezzel szembe menve most szeretnénk egy picit arról beszélni, hogy mik a különbségek, és ez a kommunikációban hogyan nyilvánul meg. Mit gondoltok erről? Hát nagyon nagy különbség van a nő meg a férfi között, ugye van egy vicc erre, hogy az Úr azt mondja egy embernek, hogy kérhetsz, amit akarsz, bármit kérhet, és akkor azt mondja, és akkor az ember mondja az Úrnak, hogy hát szeretnék egy autópályát, hadsávos legyen oda-vissza New York és Budapest között. Na ne, bolondozom, hogy neki az Úr, ezt ne csináld ezt, jó? Kérdezem, hanem normálisat kérjél. Na jó, rendben, kérdezek komolyan. Szeretném megérteni a feleségemet. Hány sávos pályát mondtál, autópályát mondtál? Szóval, hogy az a helyzet, hogy tényleg a férfi és a női gondolkodás az tényleg nagy különbség van, és azt gondolom, hogy a házasságnak az egyik nagy célja, hogy az ember megismerje a másikat. Nem értelem mondja a Biblia, hogy ismeri a feleségét, szóval tényleg ez egy ismeret, az ember megismerje a másiknak a gondolkodásmódját, a másiknak a reakcióit, ez egy élet. Persze viszonylag hamar meg lehet ismerni az embernek a feleségét, vagy férjét, gondolom, de azért ez egy életre szóló ismerkedés. És hát nagyon hasznos is és fontos, nem, hogy ismerjük a másikat, akivel együtt élünk. Hát sok félreértést el lehet kerülni akkor, hogyha az ember tudatosítja magában azt, hogy másképp működik a másik, mint én. Szóval csomó házassági tanácsadásban azt látom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a férfiak szeretnének maguknak egy lelki értelemben férfit feleségül, aki úgy működik, úgy gondolkozik, mint ő haverja. És sok esetben a félreértés oka, hogy a nő meg szeretne magának egy barátnőt a férjében. Az meg egészen másképp működik a gondolkozásmód. A nők állandóan gondolkoznak, majd talán a feleségem beszéltem, olvasott valami könyvet ezzel kapcsolatban. Szóval állandóan megy a cikcakba, keresztbe kasul a gondolatok. A férfiak meg általában ilyen együgyűbb lények. Most nem a szó pejoratív értelemben mondom, hanem úgy, hogy rááll valamire az ember, és azt megoldja, és azzal foglalkozik. Többit az kizárja. Most a nőknél nem így működik. Férfi hamar dönt bizonyos dolgokban, az asszonyok meg sokszor ide-oda kapkodnak, ezt látom, lassabban tudnak ráhangolódni dolgokra. Szóval vannak tempókülönbségek vannak gondolkodásban is, és most mindegy, hogy most mindenki azt gondolja, hogy a magáé a jó, és ebből is van lehet feszültség, de alapvetően meg kell érteni, hogy másképp működik, úgyhogy jó kitalálta az Úr, hogy egy-két ilyen, az embert ilyen két különbözőre teremtette, és ha valaki szeretne jó házasságot, biztos meg kell változnia. Igen. Én ahhoz a gondolatodhoz szeretnék kapcsolódni, amikor mondtad, hogy uniformizálni akarja a világ a férfit és a nőt, tehát el akarja mosni igazából a különbözőségeket, ami egy nagyon nagy hiba és méltánytalanság a nővel szemben is és a férfival szemben is, mivel nem tehetünk róla, hogy milyennek lettünk teremtve. Istennek ezzel volt egy célja, hogy miért és milyenre alkotott bennünket. A férfit férfivá, a nőt nővé alkotta, és én úgy tudom, tényleg olvastam tegnap egy könyvet, mert nem akarok itt promotálni semmit, de tényleg egy nagyon jó könyv, és rögtön az elején hivatkoznék is rá, a Mark Gungornak a Férfi agy, női agy című könyvében belelapozgattam, már régebben kaptuk, de most, hogy így felkértetek erre a beszélgetésre, gondoltam, hogy hát, ha találok benne értékes gondolatokat, mivel egy gyakorló pásztorról van szó, aki mögött egy nagy praxis áll, és tényleg segített jobban átgondolni ezt a témát, és ő is hivatkozik arra, hogy a 60-as években kezdődött el igazából ez agykutatás így alaposabban, amikor is első lépésben sikerült kimutatni, hogy a férfiaknak
a hipotalamuszának egy része, egy régiója nagyobb a férfiaknak, mint a nőknek. És akkor a 90-es években tovább folytatódtak ezek az agykutatások, az erre vonatkozó agykutatások, hogy mik a nemi különbségek, hogyan jelentkeznek meg az agyműködésben, és valóban van a különbözőségnek egy fiziológiai, biológiai alapja is, ami aztán funkcionalitásban is megjelenik. Tehát például a férfiaknak 4%-kal nagyobb az agya, 10 dekával nagyobb az agya, erre már több férfitől hallottam büszke megjegyzéseket, viszont hogy a nőknek kisebb az agya. Én nem mondtam. De egyrészt nem tehetünk róla, másrészt pedig az úr ezt kipótolta valami mással. Tudnélik, a nőkben a kéregtest az vastagabb, illetve a jobb és az agyféltekek között az ösztrogén nevezetű hormon hatásaképpen, ami serkenti a dendrin kapcsolatokat, tehát az ideg kapcsolatoknak a létrejöttét, tehát sokkal intenzívebb a kapcsolat a két agyfélteke között, tehát a nők ettől cikáznak a nők. Ettől cikáznak a nők agyában a gondolatok. Most már értjük. Egyszerre tudnak a jobb féltekével, bal féltekével gondolkozni, illetve felváltva. A férfiak azok vagy a bal féltekével gondolkoznak, vagy a jobb féltekével. Na, tessék. De most belegondolok, a nőknek erre nagy szükségük is van, nem? Mert mondjuk egy nagyobb családot eligazgatni, akár csak a logisztikára, ha gondolok, vagy arra, hogy a háztartásban mennyi különböző feladat van, amit össze kell hangolni, hát szükségünk van erre a cikázásra. Abszolút, így van. Tehát ez mindnek van valami célja az embernek az életében. Tehát ez az agy berendezkedés például segíti a férfiakat abban, hogy rendszerelemzőbbek legyenek, sokkal logikusabban képesek gondolkozni, jobban tudnak érvelni, jobban tudják elemezni a rendszereket. A nők azok viszont inkább az érzelmeket, a szépséget, kifinomultságot, sokkal érzékenyebbek a kapcsolatokban, a kapcsolatok kiépítésében, a kapcsolatokban való mozgásban, sokkal aprólékosabban elemzik a részleteket. Például a látásuk, hallásuk, érzékelésük is teljesen más. A nőknek például a periférikus látása sokkal szélesebb. A férfiak, bocsánat, ezt a könyvbe olvastam, hogy úgy látnak, mint a távcső, tehát így egy dologra fókuszálnak, és a részletek fölött így elsiklanak. Egy jó távcső az jól jön. Igen, például a nők sokkal több színt látnak. Egy férfit kérdezni, milyen színű az autód, kék. És akkor a nő megrökönyödve nézi. Nem kék, egyszerűen tengerkék, vagy mit tudom én, mély ibolya kék. Tehát ezekben a részletekben sokkal érzékenyebbek a nők az észlelésben. És hát ennek a funkcionalitásban is megjelenik, mivel a férfi szerep és a női szerep az más. Tehát vannak különbözőségek, vannak hasonlóságok, és a házasságban ez tényleg egy hatalmas nagy feladat, hogy két teljesen különböző módon működő embernek kell együtt élni, együtt működni, és sikeresnek lenni. És ez komoly kihívás. Ez komoly, ez nagyon komoly kihívás. Igen.